Sziasztok! A következőkben Sophocles Antigóné című drámáját fogjuk elemezni. Mindenképp hasznos lehet, hogyha előtte megnézitek a Drámaelemzés 101 című videót, hiszen ebben vannak összefoglalva azok az elemzési szempontok, amiket a továbbiakban érvényesíteni fogok. De ha még nem láttátok, hasznos lehet megnézni az Ókori Görög Színház és Dráma című videót, illetve a Tébai Mondakörrel foglalkozó videót is. Nos, kezdjük is el ennek a drámának az elemzését. Ugye az Antigóni az több mint, 2005, több mint 2000 éve született, de szerintem ma, mai napig egy nagyon jól olvasható és aktuális dráma, hiszen olyan kérdéseket vet föl, mint hogy mi a fontosabb a földi hatalom, vagy az öröknek hit értékek, egyáltalán, hogy milyen, milyen, a hatalomnak a természete, de azt a kérdést is felveti, hogy egyáltalán mit ér az embernek a szava, hogyha nő. Tehát szerintem egy nagyon, nagyon érdekes dráma, már, bár nem feltétlenül tartozik a népszerű szövegek közé először is így vázatosan tekintsünk át a drámát és nézzünk néhány általános információt róla az antigóni az tulajdonképpen teljesen megfelel az antik görög dráma elvárásainak tartalmi és formai rendszerének így például abban is, hogy egy mitológiai témát dolgoz fel a tébai mondakört a labdakidák sorsának a beteljesedése tulajdonképpen az ami az antigóni című drámában megjelenik, tehát hogy mi lesz Oedipus király lányának, lányainak a sorsa. Érvényesül benne a hármas egység szabálya, vagyis a cselekmény az egy helyszínen, Tébában játszódik, rövid idő alatt és egy nap alatt, sőt, tulajdonképpen pár óra alatt zajlanak le az események, és egy egyszerű, egy szálon futó esemény sorral van dolgunk. Tehát abszolút megfelel a hármas egység szabályainak. És minden más szempontból is egy tipikus ókori görög dráma, tehát azok a tartalmi egységek vannak meg benne, amik ebben a korban voltak jellemzőek a drámák szövegeire. Tehát van benne prologosz, vannak benne. Epeisodionok és szaszimonok, van benne komosz, van benne exodosz, tehát minden ilyesmi megvan benne. Ezeket nem fogom egyenként végigvenni, mert akkor még annál is hosszabb lenne ez a videó, mint amilyen így is lesz valószínűleg. Ja, és még egy fontos dolog, hogy ezúttal sem fogom részletesen ismertetni a drámának a cselekményét. Tehát akkor profitálhatsz ebből a videóból, hogyha legalább nagy vonalakban tisztában vagy azzal, hogy mi történik az Antigóni című drámában. Ideális esetben el is olvastad, nem hosszú az egész egyébként, és szerintem könnyen olvasható, de legalábbis, ha ezt nem tetted meg, akkor legalább egy rövidített verzióban megnézted, hogy mi történik ebben a drámában. Röviden a legfontosabb szereplőkről, ugye az egyik főszereplő tulajdonképpen, aki a legtöbbet van a színpadon, az Kreon. Kreon ő Téba királya, és hogyha Oedipus királyhoz akarjuk viszonyítani, akkor Oedipusnak a sógora volt, hiszen ö, Iokaszténak, aki Oedipus anyja, majd később felesége, tehát Iokaszténak volt ő a testvére, és miután Oedipus fiai mind meghaltak, mind a, mind a két fia meghalt, ő lett téba királya. Ha emlékeztek rá, akkor Oedipus egy átkot mondott a két fiára, Etaoklészre és készre, hogy egymás kezétől fognak elesni, és ez az átok, ez valóságá is vált, amikor polünei kész sereget gyűjtve téba ellen indult, és az ott uralkodó testvérét, Etaoklészt ölte meg egy csatában, de ő maga is meghalt. Na, tehát az egyik szereplő Kreon, a címszereplő Antigóni, aki Oedipusnak az egyik lánya, a másik lánya Isméné, ő is szerepel a darabban. Aztán szerepel még a darabban Haimon, aki Kreónnak a fia, és egyben Antigónénak a vőlegénye. Szerepel még benne Tejresziász, a vak Jós, aki már ismerős, ismerős, lehet akár az Odisszeiából is. Szerepel Eurydiké, aki Kreónnak a felesége, illetve a kar, ami az ókori görög drámában egy nagyon fontos szereplő volt, úgymond, és ebben az esetben a tébai vének kara az, aki, ami megjelenik a dráma cselekménye során. Na de nézzük magát a cselekményt nagyon vázatosan, tehát nem fogom elmondani ismétlem, hogy miután mi következik, csak egy nagyon vázatos áttekintése a dráma cselekményének. Ugye a drámai alaphelyzet az az, hogy az új király, Kreon, megtiltja, hogy eltemessék Polinei aki, mint mondtam, Oidipus egyik fia, és akkor halt meg, amikor sereget gyűjtve téba ellen indult. Azért indult Polinei kész téba ellen, azért támadta meg a saját szülővárosát, mert abban egyeztek meg a testvérével Etaoklésza, hogy felváltva fognak uralkodni tévában, de ezt az egyességet felrúgva Etaoklész nem adta hát a hatalmat Polinei késznek egy év után, ahogyan azt megbeszélték, és ezért tulajdonképpen hát bizonyos szempontból érthető az, hogy Polinei a saját jogáját harcolva ment téva ellen, de ugyanakkor mégiscsak a saját szülővárosa és a saját népe ellen indult egy idegen sereggel, az argoszi sereggel, és ezért sújtja kreón azzal a, azzal a nagyon súlyos büntetése még halála után is, hogy nem engedi eltemetni. Tehát az a drámai alaphelyzet, hogy hogy Kreon egy olyan rendeletet hoz, hogy tilos eltemetni polinéikézt, hagyni kell, hogy ott az enyészeté legyen a mindenféle dögevő állatok lakmározzanak a testéből. Tehát ez az a, ez az a pont, ahol, ahol a harmónia megbomlásának következtében kialakul egy ilyen drámai szituáció, ami magában hordozza a konfliktust. És ki is robban a konfliktus a drámában? mégpedig Kreon, a király, és Antigóni, Oedipus lánya között, hiszen Antigóni elhatározza, hogy el fogja temetni a testvérét, ezt meg is cselekszi titokban, és ezért Kreon őt, őt, meg is fogja büntetni. Tehát a konfliktus az Kreon és Antigóni között zajlik, ha személyekre bontjuk le, de valójában két különböző erő kerül konfliktusba, hogy tetszik. Egyrészt a Kreon részéről a királyi hatalom, a királyi tekintély és a, és a földi törvények, másrészt viszont Antigóni személyén keresztül az isteni törvények, az öröktől, öröktől fogva létező rend és a testvéri szeretet az, ami konfliktusba kerül. A tetváltás a drámában szintén nagyon vázatosan. Az, hogy, mint mondtam, Antigóni megszegi a király rendelkezését, eltemeti a testvérét, és ezért Kreon halára ítéli. És végül öngyilkos lesz Antigóni, tehát meg is hal, de az az érdekes, hogy, hogy az antik görög dráma szabályainak megfelelően Ebből minimális akció történik a, szomp a színpadon. Tehát a legfontosabb eseményeket, például antigóni halálát, vagy majd később ha Haimon halálát, ezeket hírnökök útján tudjuk meg. Tehát tulajdonképpen a színpadon csak annyi látszik, hogy emberek beszélnek, mindazt, ami, ami történik, ami úgymond az akció, azt elbeszélésekből tudjuk. A drámának a tetőpontja, vagyis a tragikus értékvesztésnek a megvalósulása az, amikor antigóni meghal, de nem csak Antigóni hal meg, hanem a vőlegénye Haimon, és öngyilkos lesz, és mikor mindezt megtudja, akkor Haimon anyja Eurüdiké Eur Eur is öngyilkos lesz, és a drámának talán a, ennek a tragikus értékvesztésnek a kicsúcsosodása talán az a jelenet, amikor a fia holtestével a karjában megérkezik teljesen összetörten, és azt kell megtudnia, hogy a felesége is meghalt. Tehát gyakorlatilag pár óra leforgása alatt tulajdonképpen mindenkit elveszített a családjából. A dráma záróhelyzete és egyben feloldása az, hogy Kreon, bár először véget akar vetni a saját életének, végül mégsem öli meg magát, hiszen a kar figyelmezteti, hogy, hogy neki királyként kötelességei vannak, például el kell temetnie a halottakat, és a drámának a zárlata, az, az exodos, az a rész, ahol a kar végül is levonja a tanulságot és egyfajta megnyugtató zárlatot ad ennek a drámának, ugyanis a kar az arról beszél, hogy az Istenek elrendelése az mindenképpen érvényesül, és az lehet boldog ember, aki ezt önként belátja, és nem próbál az Istenekkel szembeszállni, hiszen aki van annyira önhit, hogy, hogy szembeszegüljön az Istenekkel, annak nagyon súlyos árat kell fizetnie, ahogyan kreón is az önhitségének köszönhetően végül az összes szerettét, elve, szerettét elvesztette. A fiát, a feleségét, a leendő mennyét. Na beszéljünk egy kicsit a szereplőkről, nagyon vázlatosan. Ugye a címszereplő Antigóni, aki az egész görög tragédia irodalomban az egyik legtisztább jellem, tehát egy, egy nagyon tiszta, erkölcsű, nagyon emelkedett lelkű nő, egy percig sem kételkedik abban, hogy igaza van, tehát egy minimális megingás nélkül viszi véghez a cselekedetét, és az, az a nagyon szimpatikus még benne, hogy, hogy ezt ösztönösen teszi. Tehát nem, nem azért temeti el a testvérét, mert ő jó lány akar lenni a világ szemében, vagy mert fél, hogy esetleg ezért majd megbüntetik az istenek, vagy hogy, vagy hogy az emberek esetleg megvetik, hanem teljesen ösztönösen jön belőle az a testvéri szeretet, amivel, amivel akkor is. El akarja temetni a bátyját, ha tudja, hogy, hogy a bátya bátya vétkezett. És ugye azzal, azzal érvelkre onnak amikor erről vitatkoznak, hogy jogos volt -e eltemetni Polinei kést, vagy nem, hogy, hogy férje vagy gyereke, az lehet neki másik, hogyha elveszi. Tehát ha meghal a férje, akkor újra férhez mehet. Ha, ha meghal a gyereke, akkor szülhet újabb gyereket. De hogy mivel a szülei már halottak, ezért testvére nem lehet másik. Tehát ezért fűz egy nagyon szoros és nagyon sajátos kötelék a testvéréhez, és ezért érzi kötelességének, és, és nem is tud máshogy cselekedni, mint hogy, mint hogy eltemetés és megadja neki a végtisztességet. Akkor is, ha egyébként bizonyos szempontból ö, kvázi nem érdemli azt meg és azt se felejtsük el, hogy Antigóni egy nagyon tragikus sorsú családnak a sarja, hiszen, hiszen az apja Oidipus, aki egyben a bátyja is, hiszen, hiszen Iokaszti az Oidipusznak az anyja, akit aztán később feleségül vett, tehát egy ilyen nagyon szörnyű tragédiának a, a sarja, ő egy ilyen vérfeltőző házasságnak a sarja, ugye ő volt az, aki Oedipusszal élt, az utolsó időkben, ő volt az, aki Oedipuszt, aki megvakította, megvakította magát, elkísérte kolonozba. Tehát egy nagyon szomorú családnak a sarja ő, de mégsem lázadozik az Istenek ellen. Tehát mégis tudomásul veszi a sorsát, és pontosan emiatt a sok tragédia miatt tudja, hogy, hogy nem lehet az Isteni törvényekkel szembeszállni, tehát már csak ezért is el kell, hogy temesse polüneikészt. Ugyanakkor, ha van, vannak ö, korlátai antigónénak, akkor az az, hogy, hogy nagyon rugalmatlan. Tehát meg sem próbálja Kreont józan érvekkel meggyőzni, meg sem próbálja védeni magát, hanem, hanem nagyon harcosan, nagyon dacosan képviseli a, az érdekeit, vagy a, a véleményét Kreonnal szemben, illetve az is nagyon furcsa, milyen amilyen keményen neki megy Iszménének, amikor Iszméné nem akar neki segíteni abban, hogy eltemessék a testvérét. Tehát van egyfajta rugalmatlanság benne, de mindenképpen egy egy nagyon tiszta jellem Antigóni. Tehát egy különleges, különlegesen erős személyiség, míg a testvére Iszméné, ő pedig, ő pedig maga az átlagosság. Tehát ő egy teljesen átlagos lány, Tulajdonképpen Iszméné képviseli azt, ahogyan a hétköznapi emberek viselkednének valószínűleg egy ilyen helyzetben. Tehát az emberek túlnyomó többsége az valószínűleg úgy viselkedne, mint Iszméné, aki elméletben el egyetért azzal, amit Antigóné mond, elméletben egyetért azzal, hogy a halottakat el kell temetni, és nem szabad a az isteni törvényekkel szembe menni. Gyakorlatban azonban mégiscsak fél ezt megtenni, gyakorlatban azért mégiscsak meghajlik a király hatalma előtt, és inkább a túlélésre törekszik. Tehát, hogyha választania kell az isteni törvények és a túlélés között, akkor iszméni egyetemen az utóbbit választja, ahogyan mondom, az emberek többsége valószínűleg tenne. Aztán persze később ő próbál már osztozni Antigónéval, akár még arra is kész, hogy Antigónéval együtt vállalja a halálbüntetést, de egyrészt Antigónia akkor is eltaszítja, másfelől meg ez sokkal inkább tűnik egy kicsit ilyen, ilyen hisztérikus, kétségbeesett reakciónak, mint egy, mint egy higgadt döntésnek. És tulajdonképpen Iszméné annyira átlagos és szürke, hogy így el is tűnik a színről. Tehát nem tudjuk, nem derül ki, hogy mi lesz az ő sorsa, pedig ő az egyetlen kreó mellett, aki, aki túléli a drámának az eseményeit. A következő szereplő Kreon, aki, amint aztán mondtam, ő van a legtöbbet a színen, tehát hogyha mennyiségileg nézzük, hogy ki mennyit szerepel, akkor ő az egyik főszereplő, tehát főszereplő ugyan, de nem főhős. Mégpedig azért nem lesz főhős, mert nincs benne hősieség. Ő nem egy erős, ő nem egy következetes jellem, nem egy rossz ember egyébként Kreon, tehát nem egy ilyen megveszekedett gonosz. Ő egyszerűen csak, csak nem elég erős, nem elég átgondolt, és az az ő nagy tragikus védke, amit egyébként görög szóval hübrisznek hívunk, hogy a királyi hatalom az elvakítja őt. Tehát önhitté válik attól, hogy ő a király, és van egy pont a drámában, ahol meg van győződve, hogy, hogy az ő királyi hatalmának a, a megerősítése az, hogy ő királyként következetes legyen, az még az még az isteni törvényeknél is fontosabb. Valami mit mond valahol, nem tudom szó szerint idézni, hogy akkor se engedi polinei eltemetni, hogyha maga Zeus küld le, küldötteket, hogy temessék el. Tehát nagyon-nagyon önhit lesz. A fejébe száll a királyi hatalom, illetve tulajdonképpen a kezdetektől fogva van benne egy kicsit ilyen egy kicsi paranoia is, tehát amint valaki kritikát fogalmaz meg vele szemben, hogy esetleg nem helyes az, ahogyan erről a kérdésről gondolkodik, akkor mindjárt egy olyan szándékot sejt a háttérben, hogy az ő hatalmát meg akarják dönteni. Tehát ez az, ami, ez az, ami meggyengít, és ez az, ami elveszi a józan ítélő képességét, és ez az, ami miatt gyakorlatilag az egész családját elveszti. Tehát tragikus veszteségei vannak neki is, hiszen, mint mondtam, minden szerettét elveszti, de ő maga nem tragikus hős, mégpedig azért nem, nem, nem elég erős jellem, nem olyan erős jellem, mint, mint antigóni. És ugye vannak még ilyen emberi hibái, hogy, hogy teljesen érzéketlen a testvéri szeretet iránt, tehát abszolút nem bírja még egy fél másodpercre se megérteni Antigóninak az álláspontját, de a saját fiának az álláspontját sem. Tehát az sem, az sem képes megérteni, hogy, vagy az sem vet gátat az ő önhitségének, hogy a saját fiának a mennyasszonyát ítéli halára. Tehát teljesen elvakítja a, ez, a, ez, a, királyi hatalom, és mire, mire ráeszmél, hogy az Istenek nélkül ő sem lehet király, és hogy, a, és hogy, az Istenek törvényei azok fontosabbak, mint a királyi hatalom, addigra már, addigra már sajnos késő lesz. Ami mellette szól, az az, hogy végül, végül mégsem dobja el az életét, hanem kész arra, hogy hogy számot vessen ezzel az egésszel, amit ő elkövetett, együtt éljen ezzel a bűnnel, és megpróbáljon belőle tanulni. Tehát, hogyha, kicsit túl későn is, meg kicsit túl nagyáron is, azért a személyiségében végbe megy valamiféle fejlődés. A következő szereplő az a kar, ugye a tébai vének kara, ami nem egy személy, hanem hanem egy hát egy közösség, ha úgy tetszik, de személyként viselkedő közösség, hiszen a, a kórus az a az szaval, és ugyanazt mondja, és az az érdekes, hogy általában a, a görög tragédiákban a kar az nem vesz részt a cselekményben, hanem, hanem inkább csak kommentál, de itt a, az Antigónéban maga Kreon kér tanácsot a kartól, a vének karától, de ez a kar, ez nem foglal igazán állást. Tehát én nagyon furcsán, tulajdonképpen sok szempontból ellenszenvesen viselkedik a kar, hiszen ők Kreonnak tartoznak és ezért még akkor sem fogalmaznak meg kritikát Kreonnal szemben, amikor egészen egyértelműen hibát követel, és addig nem is bírálják nyíltan, amíg teljre Jász meg nem teszi ezt helyettük. Tehát ilyen picit ilyen, ilyen simulékonyan, kicsit kétszínűen viselkednek, és egyáltalán nem állnak ki Antigóni mellett. Tehát ez, ez, egy nagyon, nagyon fura viselkedése a karnak, és ez nem is tesz különsebben ellenszembesé, és ehhez képest még furcsább, hogy a végén, ugye a darab végén az Exodusban mégiscsak ők azok, akik levonják a, 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 nagy tanulságot. És annak, hogy a kar ilyen furcsán viselkedik, valószínűleg az az oka, hogy, hogy el sem tudják képzelni, hogy egy, hogy egy ilyen egyszerű, tulajdonképpen egy, egy kicsit nyersen viselkedő fiatal lányon keresztül az isteni hatalom, az isteni igazság szólaljon meg. Tehát valahogy, valahogy ezt ők nem tudják elképzelni, és ezért nem állnak ki Antigóné mellett. Igazából senki nem áll ki Antigóné mellett, még akkor is, hogyha, hogyha a tébai nép közül sokan velejetnek egyet, ahogyan az hajmon szavaiból kiderül egyébként. Na és egy pár szót beszélünk is Haimonról, a tébai királyfiról, ugye Kreon fia, Antigónénak a, a, vőlegénye. Ő egy nagyon nehéz helyzetben lévő fiú, és nagyon-nagyon feszült is végig, hiszen két tűz között van, mind a két emberhez nagyon kötődik, Kreonhoz is és Antigónéhoz is, és nem tud és nem is akar közöttük választani kezdetben, de később aztán egyértelműen Antigóni mellé áll, és nem csak azért, mert Antigónit szereti, ő a szerelme, hanem azért, mert belátja, hogy neki van igaza. És hajmon az, aki Antigónival szemben próbál is nagyon higgadtan érvelni az apjának, ugye például azzal érvel, hogy, hogy azért az emberek között járva hallja, hogy a, hogy a tébaiak közül nagyon sokan Antigónival értenek egyet, de Creon hajthatatlan és Haimon próbálja megőrizni végig a higgadságát, de aztán legvégül először az apjára támad, de aztán önmaga ellen fordítja a fegyvert, és öngyilkos lesz. De csak a halál előtt veszít el a higgadságát, és tulajdonképpen ő tényleg, tényleg, próbál közvetíteni a két fél között sikertelenül. És Tejresziász megjelenésében az az érdekes, hogy általában a jóst azt hívni szokták, de az antigónéban önmagától jelenik meg a színen, és ugye ő az, akinek nagy nehezen sikerül megváltoztatni a Kreonnak a véleményét, de addigra sajnos már késő, viszont ezt nem tudhatjuk egészen sokáig, tehát amikor teljesen ezt megjelenik, akkor még van esély arra, hogy hogy még idejében sikerül lépni, de hát ha ez így lenne, akkor nem egy görög tragédiával lenne dolgunk, tehát a végén azért, azért be teljesedik a, a sors tragédia, és bekövetkezik a, az értékveszteség, de amikor teljeszi, ez megjelenik, ezt még, ezt még nem tudhatjuk biztosan. Tehát tulajdonképpen van egy kicsit ilyen késleltető funkciója is, kicsit növeli a feszültséget, hogy aztán még erőteljesebb legyen a katartikus hatása Antigóni és a többi szereplő halálának. Na, nagyon gyorsan még a különböző értelmezésekről az antigóni kapcsán. Ugye az elmúlt több mint 2000 évben azért jó pár értelmezés született az antigónéval kapcsolatban. Gyorsan ezek közül egyet-kettőt említsünk meg. Ugye az egyik értelmezés szerint Kreón és Antigóné is követette hübriszt követette a tragikus védséget, Kreon egyértelműen az isteni törvények ellen vétett, amikor Polinei nem engedte eltemetni, Antigóni viszont az állam ellen vétett, mert ez szerint az értelmezés szerint, igenis vannak olyan helyzetek, amikor az államnak, hogy, hogy úgymond fennhatósága van, akár még egy embernek a holtteste is, és ezt nem volt joga Antigóninak fölülbírálni. Tehát ez szerint az értelmezés szerint Kreon és Antigóni bukása is szükségszerű, hiszen mind a ketten vétkeztek. Aztán van egy olyan értelmezés, amelyik szerint Kreon valójában, Kreont valójában a gyűlölet hagyja, tehát egyszerűen azért követ el hibát, mert nem tud felülemelkedni a polinei készt, sújtó gyűlöletén, ami sok szempontból, ha nem is jogos, de érthető, hogy a város ellen induló polineikészt megveti, de ezen a gyűlöleten nem tud felülemelkedni az összes királyi hatalomról mondott szövege azt tulajdonképpen csak ezt a gyűlöletet próbálja elfedni, viszont Kreonnak ez a gyengesége, ez alkalmat biztosít arra, hogy az Antigondéban szúnyadó emberi nagyság az megmutatkozzék. Aztán van egy olyan értelmezés, amely szerint is és Antigónis és a tragédia összes szereplője tulajdonképpen, tulajdonképpen ki van szolgáltatva a sorsnak. Tehát, hogy az Antigóni egy sors tragédia, a végkimenetele a történetnek elkerülhetetlen, és tulajdonképpen csak végig a szerepüket, és a néző pedig azzal szembesül, hogy a, hogy a sors az milyen módon elkerülhetetlen, és hogy mennyire nincs értelme küzdeni a sors ellen. Aztán van egy olyan kicsit politizálóbb értelmezése is az Antigóninak, ahol, ahol Antigóni az tulajdonképpen a, a polisz, tehát a város közösségének lesz a mártírja, hiszen ő az egyetlen egész tévában, aki kiáll az isteni törvények mellett, Márpedig ezek az isteni törvények biztosítják a polisznak a létét. Tehát tulajdonképpen ebben az értelemben ez egyfajta ilyen politikai mártíromság szó eredeti jelentésében szemléve a politika szót, és a, és a poliszért hozott áldozat, antigóni áldozata. És érdemes még azon is elgondolkodni, és nagyjából ezzel zárom ezt a videót, hogy itt a 21. század elején szerintem az egyik legizgalmasabb kérdés az antigónéval kapcsolatban, hogy, hogy mi lenne, ha Antigóni nem lenne nő? Tehát, hogy mennyiben köszönhető Antigóni tragédiája annak, amit elkövetett, és annak, a, amilyen szerepet ebben a történetben játszik, és mennyiben köszönhető ez annak, hogy, hogy ő nem született férfinek? Hiszen maga Creon is egy ponton kimondja a drámában, hogy már csak azért sem Bocsáthatja meg Antigónénak, amit tett, és azért sem gyakorolhat kegyet királyként Antigónival szemben, még akkor sem, hogyha megszegte a törvényt, mert akkor gyengének mutatkozna, hogy, egy, hogy enged egy nőnek. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogyha Antigóné férfi lenne, akkor hányan állnának mellé? Hogy, hogy akkor vajon akkor is ennyire egyedül maradna-e? Akkor is gyakorlatilag teljesen magára hagyatva kellene neki a halálba menni, mint ahogy, mint ahogy az Antigóni című drámában történik. Hát ennyi lett volna az Antigóni elemzése, nyilván sok mindenről lehetett volna beszélni, de így is azt hiszem, hogy rekord hosszúságúra nyúlt ez a videó, úgyhogy most elköszönök, sziasztok!